első alkalommal nyerte a házigazdák csapata a Grundfos Tatabánya kupát, miután a torna utolsó mérkőzésén 29-25-re legyőzte a Csurgó együttesét, akik így a második helyen zárták a viadalt a dán Silkeborg és a Székelyudvarhely előtt. Mégis úgy gondolom, hogy elégedett lehetek, tehát megnyertük a tornát először, nem tudom, a hányadik volt, a harmadik vagy negyedik, már nem is emlékszem rá, a negyedik, hogy megnyertük, úgyhogy már ez kellett nekünk, megmondom őszintén, hogy jobban teljesített a csapat, mint ahogy én arra számítottam. Tehát eddig is bidakodó voltam, de hát úgy gondolom, hogy a torna azért megegyezett arra, hogy jó úton járunk, tehát a csapat fizikálisan jó erőben van, védekedésünk a kapus teljesítménnyel, úgy gondolom, hogy az eléggé meggyőző, meg határozott, és hát támadásban meg még azért vannak hiányosságaink, de amikor a fiúk fölpörögnek és odafigyelnek, akkor úgy gondolom, hogy abba is egész ügyesen játszunk. Az első mérkőzésen én úgy érzem, hogy pénteken jól játszottunk a Székelyudvarhely ellen. Sajnos nem tudtuk átmenteni a formánkat. Tegnap csalódás volt a játékunk. Ma szépen harcoltunk, ma sajnos volt egy 10 perces rövid zárlatunk az első félidő, amit toltunk végig magunk előtt, és nem tudtunk fölzárkózni. Bármennyire próbálkoztunk, nem tudtunk fölzárkózni a Tatabányára. Elsősorban a támadójáték akadozott. Azt látni kell, hogy nagyon sok új játékos kell beépíteni, még akadozik a játékunk, nem mindig tudják a játékosok még egymás gondolatait, ehhez idő kell, nagyon sok edzésmunka, nagyon sok tétmérkőzés kell hozzá, tehát biztos vagyok benne, hogy még a bajnokság kezdetére se leszünk készen, de remélem, hogy október közepére, még az Európa Kupa mérkőzések sorra kerülnek, addigra már tudjuk stabilizálni a játékunkat. Az összecsapásnak különös színezetet adott a két csapat közti nyári játékos mozgás. Innen odaigazolt Lele Ákos és Pordán Bálint, míg Csurgóról a volt válogatott Kacirsz Dávid érkezett a Tatabányára. Lele kivételével mindannyian pályára is léptek. A küzdelmes meccs végén Kacirszék örülhettek, hála Paul és Szente remek védéseinek, valamint az új irányító Damir Gyukic kiváló játékának. A nap másik összecsapásán a Székelyudvarhely 33-32-re verte a dán Silkeborgot, de így is csak az utolsó, negyedik helyen zárt. A torna legjobb játékosának a dán Carl Christiansont választották, a gólkirály a székelyudvarhelyi Goran Kuzmanoszki lett, míg a legjobb kapusnak járó elismerést a tatabányaiak hálóőre Paul Theodor kapta.